Itt vagyunk a Mi Hazánk Mozgalom csapatépítő focián, mert nem csak nézni szeretjük a sportot, a focit, most a labdarúgó világbajnokság idején sem, hanem mi magunk is mozgunk, ami nagyon fontos része az életünknek. A sport, a mozgás, ahogy mondani szokták, mindenre jó, és valóban nagyon fontos az egészség megőrző szerepe, hiszen sajnos a magyar társadalom egészségi állapota csapnivaló. Európa legelhízottabb nemzete vagyunk, és számos más olyan betegség, ami a mozgás szegény életmódnak a következménye, az gyakorlatilag népbetegség Magyarországon, tehát azért is lenne nagyon fontos, hogy minél többen mozogjanak, akár sétáljanak, fussanak, vagy hogyha közösségben szeretnék ezt művelni, akkor akár focizzanak, hogy az egészségi állapot a magyar társadalomnak javulhasson. Emellett fontos azt kiemelni, hogy a Mi Hazánk az nem csak egy párt, hanem nagyon sok olyan programot szervezünk, ami túlmutat ennek a jelentőségén. Ilyen ez a rendszeres foci, amit a Mi Hazánk ifjúsági szervezetével, a Mi Hazánk ifjaival együtt szervezünk meg, és több szimpatizánsunk, tagunk is részt tud ezen venni Budapesten, illetve vidéki helyszíneink is voltak már, amikor erre sort tudtunk keríteni. A labdarúgó Európa-bajnokságon Japánnak szoktam szurkolni, ha már a szintén Ázsia, Izrael is indulhat rajta. A VB-n viszont Horvátországnak. Bevallom, hogy nehezen tudom a politikától szétválasztani a szimpátiámat, és a V4-ek bővítése a horvátokkal régi álmom. Már korábban rajongója voltam a dél-amerikai foci stílusnak, globalizálódó világunkban egyre egyformább minden, az európai labdarúgók pedig egyre inkább afrikaiak. Félek, hogy valami ilyen nemzetközi formáció fog nyerni, bárha az angolok, idézőjelben persze, azt nem bánom, mert hát legalább annál büszkébbek lehetnénk a 4-0-ra. Örülnék, ha az elüzleti esedet klubcsapatokkal, illetve a magyar bajnoksággal szemben legalább a VB a nemzetek diadala lenne, s nem az idegen légiósok taktikai, pénzügyi igazolásai. Remélem, hogy sportszerű verseny lesz, és hát a politikai propagandának, a polkorrekt politikai propagandának pedig nem adnak helyet. A meccsnézés helyett viszont inkább a szabadidős sportolás híve vagyok. A Mi Hazánkban minden héten szervezek csapatépítő focit. A kontraproduktív Covid lezárások alatt illegalitásban jártunk. Ahogy egyébként gyermekeim iskolájában is szervezek rendszeres szülői labdarúgást. Már a két nagyobbik fiam és a lányom is igazolt focista. Persze ez inkább csak szabadidős tevékenység, bár a Covid korlátozások idején jó volt, hogy legalább így ők sportolhattak, mint profik. Kérdeztem is a klubunkat, hogy nem indítanak-e U41-et, vagy valami hasonlót, ahova legalább én is beállhatnék a lezárások idején. Fontos, hogy fiatal korban is elkezdjük a sportra nevelést. Nagyon jó ötlet a mindennapos testnevelés, de viszont nincsenek megteremtve a körülmények. Viszont pont az ilyen futballpályák remek lehetőséget adnak, hogy kielvezzük a sport szeretetét. A Mi Hazánk ifjaival mi is rendszeresen részt veszünk a vasárnapi focizásokon, de természetesen nem csak ebből áll az ifjaknak a sportélete. Minden évben megrendezésre kerül a Kamara Erdei Ifjúsági Parkban a sportnapunk, ahol számos sportágban kipróbálhatják magukat a fiatalok, ilyen például a földharc, a pingpong, a csocsó, de természetesen vannak a nagyobb népszerűségnek örvendő sportok is, mint a foci vagy a röplabda. És nagyon sok olyan tevékenységünk van, amely túl... Bocsánat, most ez... De természetesen van az is. Mert mondhatom, jól vagy? Ja, hogy ez még mindig ment, fantasztikus.